Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk a következő részbe, lenn a parton. Szerintem a mai nap először is bevágok ide egy felvételt, ugyanis lementünk a víz alá, ami igazából itt van mögöttem, és találtunk ecsmást, úgyhogy nézzétek meg ezt a körülbelül egy perc, maximum másfél percet. Vettem észre, szóval mint ahogy a távolban is látjátok, mindjárt oda zoomolok, egy nagy hajó megy. Ott van, igen, az ott körülbelül egy óceánjáró. Nem sétahajó, hanem teherszállító, és itt egy csomó szokott menni, tehát ilyen hatalmas hajók, és igazából itt nagy hullámok vannak, ami számomra nagyon jó. Azt szoktam csinálni, majd lehet csinálnak ide egy montást, igen, ezt én csináltam, ide beburkoltam magamat. Tehát így szerintem fogok csinálni egy montást, hogy ide leülök. Lerakom ide a szelfibotot, és akkor megvárom azt, hogy a hullámok beterítsenek. Mert van olyan, amikor akkora hullám jön, hogy úgy hozzávágja a fejemet a drágaságos parthoz, hogy az betörik a jó édes. Tehát, hogy nagyon. Úgyhogy szerintem ma turunk egy roomtourt, hogy megmutassam nektek, hogy azért milyen is ez a szálloda. Illetve elmondom a tapasztalatomat. Jó, és jut eszembe van még egy. Itt van a masszás hely. Ott lehet hajót bérelni. Zuhanyzó és kézmosó, gyerekmedence, felnőtt medence, ebédlő, ahol minden van, ott a Sprite is, békatal bérlőhely, szup bérlőhely, nyugodjak itt is, mindenhol, és persze kedves emberek, nagyjából ennyiből áll, ja és persze nyilván a pálmafák, amik itt amúgy gyönyörűen néznek ki. Igen, nagyjából ennyiből áll az egész, aztán most menjünk room tourhoz, utána pedig együnk egyet, egy jót. Valahogy teljesen véletlenül megcserélődtek a dolgok, és először ettünk, utána lesz room tour, Sprite-ot választottam megint, csak ebbe pont nem volt jég, és egy egyszerű pohár. Ahogy látjátok, illetve Gordon Bleu-t kértem, ami sajnos csak egy volt, sült krumplival, illetve nagyon finom salátával. De aztán kaptam még egy lime-ot is a drágaságos Sprite-hoz. Majd utána ettem egy ilyen palacsintát, amiben banánok voltak, sült banánok, vagy hát igen, finom volt. Majd utána tettem egy disznót, és nagyon finomos volt. Tehát itt vagyunk most, visszajöttünk a kajálásból, tök finom volt. Itt van az ajtó. Ajtó után itt van egy tökény szekrény, ami eléggé recseg, úgyhogy legalább ha éjszaka bejön valaki, meghalljuk. Közvetlen jön a fürdőszoba, ahol itt a WC, és itt érdekeseképpen nincs WC-kefe, hanem meg kell fogni egy ilyen spriccet, és akkor így... Ez lespricceli. Két szépséges WC-papír. Mosdó, tükör, gyönyörűséges zuhanyzó. Ezek után itt van egy kis asztalka, selfie botta, és egy olyan hely, amin van egy töltő, illetve semmi párna, és van ilyen boldahínszerűség. Kanapé, egri csillagokkal. Egy víz, konkrétan víztöltő, amit hogyha tudjátok, itt lenyomsz, és rajta van az én gyönyörű kis visszedők alapom. Itt van a GoPro-nak a vizes tartója, illetve egy kis asztalka.
Kávéfőző és kávé. Szekrény. Kiírva a teraszra, pedig egy ilyen ágy, ami igazából tök szép. Banánok, ami a miénk, illetve egy kanapé. Fú, de laggó megint. Röviden tömören így van bemutatva a ház, és ott meg egy hatalmas nagy hegy van. Most úgy érzem magam tényleg, mint Szlovéniába. Viszont következő dolgunk nem lesz mes, mint, nem más lesz, mint, ja, ez nagyon hiányzott, megkóstolni Balinak a leghíresebb chipsét, a chiátót. Elnézést, srácok! Csicsátó, vagy csitátó, tök mindegy. Én ezt ajam, avagy csirke ízben kértem. Én, hogyha meg akarjátok tanulni az indonéz nyelvet, nagyon könnyű egyébként. Arról lehet felismerni az egészet, hogy vannak olyan szavak, amik, hogy is mondjam, más dolgokról lehet megjegyezni. Tehát például van a rizs, az a nasi, szerintem ezt nem kell mondjam, hogy miről lehet megjegyezni. Az ayam, azt a hajamról jegyeztem meg. Aztán van például a tehén, az a szá. Sapi, vagy sapi, én például azt arról jegyeztem meg, a disznó az a bábi, az pedig a bábi, baby, ilyesmiről neveztem meg. Viszont az a lényeg, hogy kóstoljuk már meg ezt a, hát ájámos, vagy csirkés chipset, ami Indonézia egyik leghíresebb chipse. Szóval, srácok, bontsuk ki, a szaga egyelőre eléggé fura, de hát, hú, látszik, hogy könnyű, csak mondom, mi úgy izzadság. Sima olyan Cheetos chipszerűség. A neve alapján ezt inkább egy mexikóinak néztem volna, mint balisnak, de... Van egy ismerősöm, aki nagyon szereti a chipset, és ő ebbe azt csinálna, hogy beletölteni a ketchupot, megfogná, összeráznám, és azt megenni. Egyébként ennek tényleg csirkés ízesítése van, csak hogy a képen az nem egy csirke, hanem egy hal, az szerintem 100%. De hát szerintem ez egy egész jó... Szóval egy egész jó chips, szerintem. Többen mikor szívesen enném. Nem került olyan sokba, 15 ezer rúpiába került, amit ide kiírok, hogy most hány forint. Tehát... volt ez az kicsit csípős, tehát ide kiírom, hogy mennyi forint. Nem olyan drága, annyit lehet róla tudni. És hát menjünk a következő dolgunkhoz. Igen, srácok, köszönöm szépen, hogyha itt voltatok. Ha tetszett, akkor tudjátok, szerintem ezt minden videó végén elmondom, mi a dolgotok. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, tényleg is ezeket megcsináltok. Zai voltam, találkozunk a következő résznél. Sziasztok!